Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és elég sokan rám írtatok kommentekben is, és Instagramon is, hogy aggódtok értünk, jelentkezzek, hogy mi történt így a földrengéssel kapcsolatban, és a földrengés után, hogy mi rendben vagyunk, vagy sem. Sindó 4-es erősségű volt itt nálunk, nem a legdurvább volt, már nagyobb is, de ilyenkor az ember ugye picit pánikol, mert nem tudjuk, hogy mennyire erősödik be, tehát általában, amikor elkezdődik egy földrengés, akkor hát igen, van, amikor úgy egyből beüt, hogy full erőből, de vannak olyan részek is, amikor úgy egyre erősebb lesz, és ilyenkor ez olyan, mint amikor ülsz egy autóban, valaki elkezdi nyomni a gázt, és fogalmad nincs, hogy 100-ig nyomja, 200-ig, 300-ig, tehát így fokozatosan kezdesz el ugye agonizálni, hogy hát hú, meddig megyünk. És akkor ugyanez a helyzet, hogyha tudnánk, hogy ez 4-esig fog felmenni, és ott abba marad, akkor kisekeltünk volna az ágyból, de viszont, ja, hát egy 4-es is azért, ez azt hiszem, hogy magnitúd 5-ös, 5 és feles körül van, tehát azért annyira nem brutális, legalábbis itt Japánban a japán épületeknek ez azért annyira nem tesz be. Ja, nagyjából ennyi, úgyhogy minden oké, rendben vagyunk. Ja, pont aludni készültünk egyébként, ténylegesen lefeküdtünk, és utána egy olyan jó 10 percre rájött a földrengés, úgyhogy ki az ágyból. Ja, a kutyusokat magunkhoz ugye vettük, aztán vártunk. Hát a házon belül van nekünk egy olyan rész, ahol tudjuk, hogy hát ott kijelöltük azt a részt egy ilyen úgymond földrengés biztos résznek, tehát úgy oda szoktunk így elvonulni, hogy úgy mondjam, aztán ott megvárjuk, amíg lenyugszik. Az a rész az, amire úgy szerintem úgy számolhatunk, hogy ha csuklik a ház, akkor is az a rész úgy egybe marad nagyjából. Tehát köszönöm az aggodalmatokat, és még egyszer mondom, minden rendben, még egy pohár sem esett le. Hát igen, ez így nem fölle, hanem szélére, vagy hogy mondják ezt. Tehát vízszintes mozgású volt, és ilyenkor, hát igen, a durvább az, amikor úgy ténylegesen potyognak le a tárgyak, vagy hogyha a vízszintesen is, ugye, hogyha egy Shindo 6-os beütne, akkor ott már ott repkednek a dolgok, tehát nem potyognak, vagy pedig egy ugyanilyen erősségűnél, hogyha függőlegesen üt be, akkor ott sokkal jobban rezegnek a dolgok, és akkor ja, leeshetnek tányérok, poharak, stb. De, ja, hát ugye a csillár, vagyis hát a csillár az mozgott rendesen, meg ilyenkor szoktam nézni az akváriumokat is, ugye, azoknak is van a belsejébe, tehát az akvárium falon belülre egy vízszintesen egy ilyen 5 centis körüli körbe, egy ilyen pont ezért a földrengések miatt, hogy amikor elkezd lötyögni jobbra-balra, akkor ne csapódjon ki a víz egyből, tehát az is okéba volt, tehát úgy nagyjából kis ijegységen felül, úgy minden rendben van. Köszönöm az aggodalmatokat, sziasztok!